A Bátori Napok keretében hívták versenyezni a diákokat a Bátori Anna Református Általános Iskolában Nyírbátorban. Szabolcs-Szatmár Bereg megye 20 intézményéből több mint 500 diák vett részt a megmérettetésben, melyen alsó és felső tagozatos gyermekek egyaránt lehetőséget kaptak a versenyzésre. Sivadóné Cselenyák Dóra az intézmény igazgatója megnyitó beszédében hangsúlyozta, fontosnak tartják az oktatási módszerek fejlesztését. Céljuk, hogy játszva neveljék a gyermekeket úgy, hogy az alapismeretek elsajátítása élmény legyen számukra. Ez a versenysorozat több mint két évtizedes múltra tekint vissza. Kezdetben Hunyadi Hétnek nevezték ezt a rendezvényt. Néhány éve, amikor az iskola ugye Bátori Anna nevét vette fel, akkor pedig a Bátori Napokat adtuk címként ennek a rendezvénysorozatnak, és a megyéből várjuk az általános iskolás korú gyerekeket, és több mint 20 intézményből érkeztek hozzánk. A két nap alatt több mint 500 gyerek versenyzett. Jó is legyen, gusztusos is legyen, lattatós is legyen. A szakács nekifogott az ebédnek. Tette is magát, mintha nem volna eleven. Rázzátok meg a fát! Parancsolta Mátyás a katonáinak. A Bátori Napok keretében két nap is versenyeket tartunk. Egyik napon az alsósoknak matematika és helyesírás területen biztosítunk lehetőséget a versenyzésre, a második napon pedig mesemondásból. A felsősöknek pedig az első napon természetismeret, földrajz és biológia tantárgyból volt írásbeli feladatsor, a második napon pedig szövegértés kategóriában írtak egy-egy feladatsort minden évfolyamon. Ettől a tanévtől már óvoda is működik az intézményben, így közel 650 diák szerezhet élményszerű ismereteket. A megújult iskolában folytatni szeretnék azt a munkát, mellyel továbbra is minőségi tárgyi és szellemi környezetben a keresztény erkölcs értékei szerint nevelik a gyermekeket. A Bátori Napok versenysorozatáról élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza a diákok és tanáraik egyaránt.